Sziasztok, Kömkel vagyok, ez pedig a Minden, ami családi ház podcast újabb adása. Ismét a Jabune Homos srácokkal vagyok összeülve, és vadvadászok az adás címe. Meglátjátok majd, hogy mit fog takarni. A srácok az idézőjeles, mert többen lettünk volna, csak aztán több körülmény közrejátszódott, egészségügyi, illetve egy másik fajta. Nem tudom, beszéljünk arról, hogy a szakértő úr miért nem tudott jönni? Sziasztok! Gyula vagyok. Persze mindenképp beszélünk, tehát az lett volna a terv, hogy a MET egyik energetikai szakértője is beszáll a vadvadászok műsorába, viszont az aktuál politikai tényezők hatására, ami most az energiapiacon zajlik, az egy erős pánikmódba kapcsolta az energiakereskedelmet is, és emiatt bokros tendői miatt nem tudott hozzánk csatlakozni, viszont nagyon sok információt elküldött, sok cikket, amik alapján ők ugye meghatározzák az energiapiaci stratégiákat a kereskedelem szempontjából, és abból mi tudunk táplálkozni, meg ötletelni. Augusztus végén vagyunk, csak hogy nem tudom, majd az adás általában egy héttel később kerül ki, csak hogy tiszta legyen, mert napról napra változik sajnos, vagy nem sajnos a helyzet. Tehát lehet, hogy amit el fogunk mondani, az már aktualitását veszti. Hát vagy bejön. Vagy bejön, igen. Mi az, amiről vannak ilyen esetleg belsős infoid, vagy egy ilyen összefoglalót erre az energiapiaci helyzetre, mert nem tudom, hogy ki mennyire követi a dolgokat, de azért bízok benne, hogy a hallgatóink egy kicsit tájékozottabbak az átlagnál. Én mindenképp azzal kezdenék, hogy nézzünk egy átfogó képet, hogy mi zajlik most a világban, mert szerintem az, ami zajlik kint mondjuk Európában, vagy akár még kijebb, az elég erőteljesen hat hazánkra és igazából az otthonunkra is. Szerintem a legérdekesebb és legfontosabb az, hogy Németországban mi zajlik, mivel mi európai országként nagyon függünk az Európai Unió energiagazdaságpolitikájától, és ennek talán az egyik legnagyobb mozgatórugója az a német ipar. És ott például ugye pont a hétvégén 1100 euró per megawatt óra árat ért el az elektromos áramnak a piaci ára. Ez mára, tehát most augusztus 29-e hétfő 29, van, igen. Ma 760 euróra visszaesett ugyan, de ez az 1100 eurós kilövés, ez egy nyilvánvalóan egy negatív rekord, ha így vesszük, és ennek a következményei, azok jelenleg számunkra igazából kicsit felbecsülhetetlenek is, hiszen mit még rezsicsökkentett árakon vásároljuk a legtöbben az áramot, viszont az ipar és a különféle gyártók, gyárak, ők nem. A rezsicsökkentett árunk az hány, tehát töredékszámban mennyi a 1100-hoz képest, arra tudsz valami adatot? Tehát én most a legfrissebb rezsicsökkentés csökkentése ár, ha jól emlékszem, az ilyen 120 forint körül van, talán 100. Az áramra mondod? Az áramra. 70 forintért kapja a lakosság. Tehát 70 forint a lakosság, de ez már az átlagfogyasztás feletti. Tehát ez az átlagfogyasztás feletti. Na most számolhatunk, hogy 70 forint per kilowatt óra. Így van. Ugye a 1 megawatt óra az 1000 kilowatt óra, tehát az 70 ezer forint per megawatt óra, és 70 ezer forint még a legjobb becsléssel is mondjuk ilyen 180 euró körül van, míg a piaci ár Németországban 1000-1100 euró, tehát egy sima ötszörös szorzó van a piaci ár és a rezsinövelt árhoz képest. Ami, tehát tudjuk, hogy a magyar állam, meg az EON, meg stb. Ők a piaci áron vásárolják azt az áramot nyilván, ami nem a Paksból jön, meg a saját termelésünk. Én ezt akartam mondani, hogy az mennyire igaz, hogy a paksi áram az a lakossági igények 60%-át fedezi. Hát ugye a paksi áram az tényleg sokat fedez, tehát ilyen szempontból Magyarország nem a legrosszabb országok egyiket, talán Hollandia sokkal rosszabb helyzetben van, meglepő, mert azt hinné mindenki, hogy Hollandiában szélerőművek, stb. De pont múltkor néztem, hogy Hollandiában kimondottan magas a nem megújuló energiaforrás, és a szélerőművek, vízerőművek, stb. Az 8-10% Hollandiában. Aha, és pont most mai hír, hogy a hágai városi vezetés az felmentést kért az orosz szankciók alól, mert egyszerűen a gázt nem tudják máshonnan behozni, és nincs alternatívájuk. De például ezzel szemben, ha megnézzük Ausztriát vagy Dániát, Dániában sokkal magasabb a megújuló, ott ilyen 60%, tehát náluk a megújuló tisztán 60%-ot tud hozni. Ők sokkal jobban állnak ilyen szempontból. Mi is okésen állunk, de például
ugye mondhatjuk, hogy a nukleáris energiaforrás az milyen jó, és Franciaország abban ugye piacvezető egész Európába. Viszont azt tudni kell, hogy a francia névleges teljesítmény az 61,4 gigawattóra, vagyis e körül van, de ennek igazából csak felét tudják teljesíteni. Mert annyira elavultak a rendszereik, 80-as évek óta nem volt felújítva. Most egyik szárazság volt, le kellett kapcsolni. Tehát nagyon sok olyan atomerőmű van Franciaországban, ahol nem 100%-on pörögnek a reaktorok. És emiatt hiába lenne meg a kapacitás, nincs meg is, és ez is hozzáad az európai problémákhoz. Ugye az, hogy a németek elkezdték kivezetni az atomerőműveket, nyilván nem segít. Ugye most dobta be a német kormány, hogy mi lenne, hogyha leállítanánk a most folyamatban levő kivezetéseket. Erre ugye a Greenpeace egyből ugrott, hogy de hát ilyen nincs. Viszont közelítünk egy nagyon masszív energiaválságba, és a szakértő kollégám, aki most nem tudott eljönni, ő hívta fel a figyelmem, hogy azért gondoljunk már abba bele, hogy a német állam azért fizet gyáraknak, hogy ne termeljenek. Tehát egy gyár az úgy termel profitot, hogy gyárt és elad. És jelenleg pénzt pumpál az állam abba, hogy ő ne termeljen. Ne fogyasszon energiát. Tehát ez nem egy fenntartható modell hosszú távon. Tehát látjuk, hogy ennek ilyen súlyossága van, hogy az állam egy ennyire antigazdaságos lépésre szánja el magát. Mert ekkora az energia. Mert pénzt nyomtatni egyszerűbb, mint energiát előállítani a levegőből. Úgyhogy ennek az egésznek a tanulsága az, hogy igen komoly energiaválság van. Ebből mi még, mint végfelhasználó magyar lakosok, vajmi keveset érzünk. Nyilván, hogyha saját gyárunk lenne, saját boltunk, stb. Sokkal többet. És igen, itt jön be az, hogy akik nem részesülnek a rezsicsökkentett árból, ők már most kezdik megérezni, de ők sem még a piaci árat érzik. Ők is késleltetve fogják. Tehát ha már most nyögünk, hogy drágul az energia, akkor amikor a magyar állam úgy dönt, hogy nem bírja tovább tartani. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy ömlik a folyóvíz, a magyar állam kitárt karokkal odaállt a folyó elé, és mondja, hogy keljetek át nyugodtan itt a vizen, viszont őt feszíti egyre jobban ez az emelkedő energia ár, és jelenleg a magyar állam ugye mínuszba termel azáltal, hogy próbálja tartani ezt a rezsicsökkentett árat. És ez minél tovább emelkednek az energiaárak, annál hamarabb fogja ezt feloldani a magyar vezetés, mert egyszerűen muszáj lesz áttengedni a végfelhasználókra a terhet. És akkor jön az igazi válság. Tehát amíg még tudja tartani az állam, addig még elevickélünk, de amikor az állam áttengedi, akkor lesz az, hogy cégek, éttermek, boltok, benzinkutak le fogják húzni a rolót. Ezt köszönhetően gyakorlatilag annak is, hogy forint van, nem euró nálunk. Tehát az átváltás az még ad egy pofont az egésznek. Igen, de hogyha euró lenne, akkor is lezárnak. Tehát annyira drága, hogy nem tudják fenntartani. Tehát ez kint is probléma lesz. Tehát itt ez a fontos, itt hogy nem csak minket fog érinteni, hanem egész Európát. Én se örülök neki, mert euróban van a legtöbb befektetésem, ez valószínűleg jobb lett volna dollárba rakni, de most már ez a múlté. Aki most gondolkodik, az próbáljon inkább dollár irányba menni, de nincs gazdasági tanácsadás itt. Viszont az tény, hogy tehát mindenki meg fogja érezni Európába, azzal, hogy mi forint alapon vagyunk, mi valószínűleg még jobban meg fogjuk érezni, tehát ez nem segít rajtunk. Az, hogy itt van egy paks, az nem hátrány. Tehát ezt tudjuk, hogy azért áram nélkül nem fogunk maradni, mert hál' Istennek a nukleáris erőművek eléggé kiszámíthatóan tudják azt a névleges teljesítményt, és azt nagyjából időjárás és szezon függetlenül, de az biztos, hogy most csak az áramról beszélünk. És itt az energiaválságnak van egy másik lába is, ami ugye a gáz. Igen. És azért is beszélünk áramról főképp, mert amúgy a gáz nagyon szorosan össze van fonódva az árammal, mivel azt tudni kell, hogy ezek a kiegyenlítő erőművek, amiket Magyarországon is használnak, meg Európába szerte széllyel, ugye pont arra, hogy a megújulókat kiegyenlítsék, amikor ugye vannak a süt a nap, termelnek a napelemek, akkor az bizony ki kell egyenlítenünk.
és ezekre általában gázturbinákat szoktak fellőni, ugye a Siemens az egyik legnagyobb gyártó, tehát igen, itt is a német ipar, és bizony ezek a gázturbinák gázzal működnek és áramot termelnek. Tehát a gáz ára az erősen befolyásolja az áram árát is, ha így vesszük. És a gáz ára nem csak az áramnál jön be a képbe, hanem ugye a fűtésnél, ami nyáron nem annyira releváns, viszont télen Európában rendkívül releváns. Hisz az európai fűtésrendszerek nagy része az szerintem még mindig túlnyomóan gáz alapú. Magyarország meg sajnos különösen. Magyarország meg sajnos különösen, és itt is van konkrét szám. Ugye pont ma az egyik ilyen nevesebb magyar hírportálon megjelent egy cikk, egy blogpost, amiben ugye a szakértő úr leírta, hogy kb. December, ugye ez az 1400-1300 forintos per köbméter gázár az, ami várható, és pont jelenleg néztük, hogy ugye a rezsicsökkentett ár az a 102 forint. A rezsicsökkentés felül meg 767. augusztus 29-én, majd ez változhat, de így is láthatjuk, hogy a tőzsdepiaci ára az duplája a nem rezsicsökkentett árnak, és 14-szerese a rezsicsökkentett árnak. Tehát amikor ez a gát átszakad, az megint egy nagyon masszív érvágás lesz, és Zsolt, te neked vannak itt igazából személyes tapasztalataid, hogy ezek hogy néznek ki az egyszerű embereknél, az átlag embereknél. Hát a legnagyobb probléma, ugyebár amit évek óta pofáz minden normális szakértő, hogy energetikailag rendkívül korszerűtlenek az épületek. Tehát az átlagfogyasztás az sajnos közel sem ez az 1800 köbméter. A lakosság jó része lakik 3000 köbméteres fogyasztású házakban, meg még följebb. Tehát ezt takarékoskodással, meg most a rendelkezésre álló rövid időn belül végrehajtott hőszigetelésekkel, meg egyéb dolgokkal, ezt le tudják vinni mondjuk 20%-ot. De nagyon kevesen tudnak olyan beruházást, vagy olyan korszerűsítést végrehajtani, ami bevinni rezsihatár alá az egészet, és a 750-es rezsihatár fölötti gázköbméterrel azért már 500 köbméter is 400 ezer forint többletet jelent. És akkor még ott van a rezsihatárnak a 102 forintja, ami mondjuk azt, hogy 200 ezer forint, meg még erre rájön egy 400 ezeres számla, csak egy 2500 köbméteres fogyasztásnál. És napról napra látok 6000 köbméteres fogyasztású házakat, 5000 köbmétereseket, ahol 4 millió lesz a gázszámla. Hát igen, ugye, meg ugye vegyük azt, hogy most 1700 vagy 1800 köbméter ugye az éves szinten az, ami a rezsicsökkentett határ, és hogyha ezt vesszük a jelenlegi piaci áron, vagy az előrejelzett 1400 forintos piaci áron, ami ennek többszöröse is lehet, mert kiszámíthatatlan jelenleg, hogy merre tart az energiaár, akkor ez egy simán 2,83 millió forintos éves költség egy alacsony fogyasztású épületnél, hogyha átszakad a gát. És akkor nem beszélünk azokról az épületekről, ahol mondjuk 4000 köbméter megy el egy évbe, és akkor ott már bizony 5-6 millió forintnál tartunk éves szinten, és általában ahol 4000, ezek a rosszabbul szigetelt, nem korszerű fűtésrendszerrel rendelkező házak, tehát valószínűleg a lakói sem fogják tudni annyira könnyen kifizetni ezeket az extra költségeket. Igen, igen. Tehát itt nagyon durva dolgok várhatók. A mindenféle fűtés, korszerűsítés vagy más alternatív dolog meg annyira megdrágult, meg nem lehet kapni. Tehát nem csak mi vásároljuk fel, meg nem csak mi kezdtünk el pánikolni, hanem a németek, az osztrákok. Tehát se kandallót nem kapsz, se semmiféle vegyes tüzelősi kazánt, napelemet pláne. A cserépkályhely építőknek hogy zajlik most őket, meg nem lehet elérni? Ők nagyon durván el vannak úszva. Egy-kettőt ismerek, és azt mondták, hogy ne is, tehát már telefon nem veszik föl, úgy, hogy én sem tudom felvenni a telefont, mert annyi bejövő hívásom van. Úgyhogy nagyon durván el van úszva mindenki. Hát a hőszivattyúra csak egy példa. Akik engem követnek, azok látták, hogy mit vettem, tehát egy 10 kW-os monoblokkos hőszivattyút augusztus elején. Ez február 25-én azt mondja, hogy most százalékosan próbálok számolni, 20%-kal volt olcsóbb. Az augusztus elejé árhoz képest, most augusztus végén meg 20%-kal már drágább, tehát 40%-ot drágult fél év alatt gyakorlatilag ennek a hőszivattyúnak az ára, és ha ránéz az ember a webshopokra, akkor mindenhol azt írják, hogy 2-3 hónap mire beérkezik. És ez egy viszonylag hangos és nem olyan jó COP-vel rendelkező készülék.
Tehát a nagyon jó készülékek, a Panasonicnak a T-Cap rendszere, vagy a Mitsubishinek Zubada rendszere, arra most legutóbb az egyik ügyfelem azt kapta vissza, hogy március. Tehát nem csak az van, hogy még ha akarnánk, akkor se tudnánk igazából korszerűsíteni, mert egyszerűen nyersanyag hiány van igen, belőle. Igen, tehát semmit nem tudsz És csinálni. És itt beszéltük még a podcast előtt, hogy ugye nagyon sok reklám jön most, hogy szigetelés, szigetelőanyag, ez most igazából a legfontosabb, amit tudunk tenni, hogy nem csak a fűtésre figyelünk, de a szigetelőanyagnál is te láttál ilyen változást az árban, tehát Igen. hogy ez ott is megfigyelhető. Minden, ami a szigetelőanyagnak a nagy többsége, az rettenetesen energiaigényes. Tehát a hungarocell előállítása, az üveggyapot, a kőzetgyapot, mindenhez bődületes mennyiség energia kell. Nagyon felszöktek az árak, tehát lazán megduplázódott szintén fél éven belül mindenféle hőszigetelőanyagnak az ára, és mindenféle gyapotot egyébként alig lehet kapni, szintén 3-4 hónap. Tehát amiket csinálok felújítási terveket, meg egy-két bővítés tervet, és folyamatosan hívnak a kivitelezők, vagy a tulajdonosok, hogy ez sincs, az sincs, amaz sincs, tervezzük át, méretezzük át, merez nincs, ilyen vastagságban van csak, tehát eszméletlenül zilált az egész építőipari piac. Tehát szerintem abban megegyezhetünk, hogy lesz válság. Mindenképpen. A tél lesz az egyik nagyon fontos ilyen mélypont, amit túl kell élni. Tehát valószínűleg, amikor megugrik a gázhasználat, tehát akkor lesz a legfontosabb, hogy mi lesz a szituáció. Itt nagyon sok negatív hangot hallottam, meg beszélgettem tényleg olyan ismerőseimmel, akik benne vannak ebbe, ők nagyon negatívak voltak, tehát szerintük az európai gazdaság kollektíve egy hatalmas pofont kap, és itt az volt egy nagyon érdekes metrika számomra, hogy ugye az európai gazdaság az verseng a kínai és mondjuk az amerikai gazdasággal. Most mondhatjuk az indiait meg az orosz, de az orosz most tudjuk, hogy hagyjuk, az indiai meg még nem tartott, de a kínai és amerikai gazdaság, ők, vagy ipar, ők ugye a legnagyobb riválisaink, tehát csak az autógyártást, ha vesszük. És Európában, Németországban 1100 euró volt a megawattóra. Jó, ez egy pillanatnyi érték, most is 760 euró. Amerikában emellett 40-50 dollár a megawattóra. Kínában 30-40 dollár a megawattóra. Tehát 10-szer olcsóbb gyártani energia szempontból Amerikában és Kínában. Tehát hogy tud az európai ipar lépést tartani árba, úgy, hogy nekik 10-szer annyi az energia. Tehát vagy nagyon-nagyon hatékonyan kell felhasználnunk itt az energiát, sokkal hatékonyabban, mint 10-szer hatékonyabban, mint Amerika és Kína, vagy egyszerűen nem leszünk versenyképesek. Sokkal olcsóbbak lesznek az amerikai eszközök előtt. Tehát ez egy nagyon félelmetes dolog, tehát ami globális Európa. Viszont, hogy ne csak negatívat mondjuk, ezt így megfuttattam ilyen netes fórumokon, hogy kíváncsi voltam, próbáltam full pessimistába átmenni, hogy triggereljem az embereket. És sok olyan visszajelzés lett, hogy igen, lesz válság, egy-két sötét év lesz, vissza fogunk zuhanni, de a nevesebb ilyen gazdasági analízisek azok azt mutatják, hogy maximum 5-10%-os GDP belsés, ami szintén az szignifikáns, tehát az nagyon sok, de hogy annyi. Tehát, hogy talán nem lesz annyira mély a válság, mint hisszük, mély lesz, az első két év biztos, de hogy utána ki tudunk lábalni belőle, mert ez egy pillanatnyi válság. Tehát, hogyha tegyük fel, rendeződik az orosz-ukrán szitu, akkor újra lesz olcsó gáz. Tehát az orosz államnak érdeke lesz, hogy eladja Európának olcsó. Hát csak az a nagyon nagy kérdés, hogy most a Európa utána a jelenlegi szitu alapján, meg a zsarolás alapján venni fog-e még. Tehát itt mindenképpen szerintem az lesz a aktuál politika, hogy felejtsük el az oroszokat. Oké, vegyünk addig, amíg ezért, de építsünk ki egy teljesen külön. Igen, de itt a másik aspektus, hogy most Európa gőzerővel dolgozik, hogy kiépítsen alternatív forrásokat. Ugye itt gondolunk az egyik a folyékony földgáz, ugye az LNG. Az jelenleg ugye nem volt annyira felpörgetve, mert jött csövön minden. Viszont most ugye Amerika is elkezdett befektetni, ugye Európába is át kell alakítani a kikötőket, hogy tudja fogadni. Például Horvátországnak van ilyen kikötője, Németországnak több is talán, de nyilván egyre több ilyet kell kiépíteni Európának, ahol ilyen tranzit rendszer tud működni, és akkor több hajót tudnak fogadni. És igazából Amerikába is fejleszteni kell ezeket a kikötőket, vagy Dél-Amerikába, ahonnan, vagy Afrikába, ahonnan várjuk ugye a gázszállítmányt, hogy ők is át tudják pakolni ugye a gázt a tartályhajókba. És ha ez kiépül, akkor megint csak az lesz, hogy könnyebb lesz hozzájutni
a folyékony gázhoz is, tehát az ár valószínűleg lejjebb fog menni. Plusz ugye vannak tervek az azeri gázra, Pakisztán felül is, stb. Tehát az a jövőbelátás, hogy előbb-utóbb azért lesznek alternatívák az orosz gázra, és ez lejjebb fogja vinni a gáz árát. De ez biztos, hogy egy-két év lesz, mire ezek kiépülnek, és ez lesz a nehéz, ez a követ-két év, hogy itt mennyire lesz mély a gödör, és hogy ennek milyen hosszú távú következményei lesznek. Tehát leépítések, az ipar, mennyire kell visszavenni. Mondok egy példát, a Covid miatt nagyon sok gyár ugye óvatosságból visszavette a termelését. És amikor vége lett a Covidnak, vagy hát nem, enyhült a Covid, nem, nincs még vége, tudjuk, de amikor enyhült a Covid, akkor nem tudták pikpak visszanövelni a termelését a gyárak, és ennek lett az a folyamánya, hogy most csiphiány van. Tehát a csiphiány igazából emiatt törő, hogy csökkentették ugye a mennyiségeket, elővigyázatosságból, hogy ne maradjon rajtuk ugye raktár, viszont amikor megjött a robbanásszerű igény, ezt nem tudták kielégíteni. Mert azért nem tudnak pikpak dinamikusan oda-vissza váltogatni. Szóval, hogyha most is jön egy egy-két éves válság, a gyártás kicsit be fog csökkenni, ugye már most a német állam leállítatja a gyárakat, és utána majd ugye a fogyasztás életre fog kelni, az emberek újra majd költeni akarnak, de a gyártás nem fogja tudni olyan gyorsan követni. Szóval ezek ilyen kikövethetetlen dolgok, de én azt mondom, hogy a köftelet biztos, hogy okosan menjünk neki, és utána is próbáljunk minél energiatudatosabbak lenni. És ez nem csak az átlag emberekre vonatkozik, de a kis cég tulajdonosokra, a nagyobb cég tulajdonosokra, a multinacionális cég tulajdonosokra, tehát a multicégek is hihetetlen energiát és pénzt fektetnek abba, hogy minél energiahatékonyabbak legyenek az új irodák, gyártósorok, laborok, stb., mert tudják, hogy masszív pénzt lehet megspórolni. És innen szerintem térhetünk át a következő nagyobb témánkra, hogy mi, mint igazából végfelhasználói ennek az energia folyamnak, tehát akik tényleg felkapcsoljuk a lámpát, üzemeltetjük a hűtőinket, stb., mi mit tudunk tenni. Ugye elhangzott, hogy a szigetelőanyag drágul, elhangzott, hogy a fűtéskorszerűsítés drágul, de akkor mégis mi az, amit tudunk még tenni? Tehát, hogy mondjuk volt itt egy példa, amit pont mondtál, hogy van itt egy 10x10-es kádárkocka, 80-as évek óta nem volt benne semmi felújítva, ez egy szélső érték lesz. De itt például a tulaj mit tud tenni? Hogyha mondjuk ez 3-4 ezer köbméter gázra van szükség egy évben egy ilyennek a felfűtésére, akkor itt mi az opció? Ez most nyilván szélső érték. Semmit nem tud tenni. Tehát a legnagyobb probléma az, hogy gázkonvektoros fűtésünk van, eleve rettenetesen szar hatásfokkal, az egész épület hőszigeteletlen, de még az nyílászárók is, tehát le vannak pusztulva, gyakorlatilag csontra újra kéne építeni, az áramhálózat alulvezetékes, egyszer 20 amper van bekötve, belül van a villanyóra, tehát mit tudsz ezzel csinálni? Egy rohadt légkondit nem tudsz betenni, hogy egy szobát kifűtsél vele, mert nem bírja el a hálózat, nem bírja el a kis megszakító. Ha elkezded az egészet, hogy oké, akkor bővítsük fel a hálózatot, szabványosítani kell a mérőóra szekrényt, jó lenne egy hátarifa akkora izéhoz, hogy ne 70 forintos áron, vagy ha megnő a zár, ki tudja, akkor mennyi, még nagyobb, hanem akkor hátarifás áron lehessen azzal a szerencsétlen hőszivattyúval fűteni, vagy klímával fűteni. Tehát, és akkor még mindig egy teljesen hőszigeteletlen házba vagy. Amit tudtam nekik javasolni, hogy a padlásfödémet szigeteljük, mert mondjuk a jelenlegi árak mellett, ha a rezsicsökkentett árat nézzük, akkor 2000 forint kimegy négyzetméterenként egy évbe hőből, és ez 200 forintra lecsökken. Tehát nagyon, nagyon szélsőségesek vannak, és ennél a háznál nem tudsz mit csinálni, mert ahhoz, hogy hőszigeteld, ahhoz nyílászárókat kell cserélni, ahhoz homlokzatot kell hőszigetelni, áramrendszert kell megcsinálnod hozzá, a fűtési rendszert kidobni úgy, ahogy van az egészet. Milliókról beszélünk, és nem is csak az, hogy milliókról, hanem itt vagyunk augusztus végén, most a fűtési szezon alatt van kettő be, hónap. Nem fér be. Semmi nem fér be. Hát igen, én pont ma voltam egy ügyfélnél felmérni a fűtésrendszerét. Ez egy 11 éves Westhaupt kazán vezérlés, egy Panasonic hőszivattyúval kombinálva. És amúgy nem vészes a fogyasztása, tehát egy egész jó fogyasztású rendszer. Ugye ezt annyit kell tudni erről a rendszerről, ez egy háromszintes ház. Úgy működik a rendszer, hogy négy szivattyú van,
plusz egy a napkollektornak, de az csak a használati meleg vízbe szól bele a napkollektor. Használják a napkollektort? Igen, és rákérdeztem direkt, nyáron a használati melegvíz egy az egybe a napkollektorról megy. Télen nyilván nem, de nyáron egy az egybe. Tehát 3 hónapot tudnak csak napkollektorról fürdeni, stb. A kazán ki is van kapcsolva egész nyáron. Tehát a hőszivattyú meg nincs is rákötve. Jó, csak a hallgató kedvéért, ez azt jelenti, hogy általában egy család, tehát ha egy 4 tagú családról beszélünk, 1 köbméter gázt fogyaszt el egy nap a használati melegvíz előállításra. Ha most ez rezsicsökkentett áron van, akkor 102 forint, tehát akkor 3000 forintot váltunk egy hónapban. A piaci áron akkor 1400. Ha a piaci áron, akkor gyakorlatilag nem, mert 750-szer 30 az 21-22 ezer forint. Igen. Tehát voltam olyan házban, ahol azt mondtuk, hogy semmit nem tudunk csinálni a fűtési rendszerrel, de válasszuk le a használati melegvizet a gázkazáról, mert 300 köbmétert megspórolunk vele egy évben, és akkor viszont már pont beesünk a rezsi határ alá, és akkor az lett a megoldás, hogy villanybollert felcuppantunk, mert ott például volt egy használaton kívüli éjszakai áramos villanyóránk, arra rá van kötve, ott is megkapja arra az órára is rezsicsökkentett izét, és sokkal, de sokkal olcsóbban kijön az egésszel. Csak napkollektorra visszatérve, nagyon sok ilyen kérdést kapok, hogy megéri a napkollektor, rohadtul nem. Tehát föltelepíted, a legolcsóbb napkollektorok is 100-150 ezer volt még régebben, és most arról beszélünk, hogy ha egy fél éves gázfogyasztást kiváltunk az egész történettel, akkor beszélünk még a nem rezsicsökkentett áron is 120 ezer forintos kiváltásról. És felraktál x izért fagyálózni, szivattyút, vezérlést, mindent karban tartani. Tehát napkollektort, én mindig azt szoktam mondani, hogy a napkollektor az olyan, mint a mostani modern autók mellett megvenni egy Trabantot. Elavult technológia. Napelem, fűtőpatron, és kész. Igen, nekem is inkább az érdekességként volt ott, hogy a napkollektor van a használati melegvízre, meg ugye a kazán. De ami érdekes, hogy vannak radiátorok, padlófűtés, mennyezethűtés, fűtés, és úgy van kialakítva a rendszer, hogy 3 üzemmód van. Van egy a hűtés, ami csak hőszivattyú, olyankor a kazán teljesen ki van kapcsolva, és a mennyezethűtés, fűtésnek a köre, az le van választva 2 darab szeleppel ilyenkor a fűtőkörről, és csak hűt. Amikor átváltunk a következő üzemmódra, az csak kazán, olyankor nyilván azok a szelepek megnyitnak ugye a kazán fele, és akkor ugye csak kazán fűt, és van a harmadik opció, csak fűtés, de itt a kazán és a hőszivattyú együtt dolgozik a fűtésért. És itt pedig az a logika, hogy ugye mit tudom én, 0 fokig, mínusz 1 fokig a hőszivattyú az, aki ugye termeli a melegvizet, és amikor már a hőszivattyú hatásfoka szignifikánsan csökken a külső hőmérséklet miatt, akkor ugye a kazán elkezd besegíteni. Plusz, hogyha hirtelen kell hőigény, akkor ugye a kazán továbbra is besegít. És amúgy így, ilyen 1800 köbméteres fogyasztást tudtak produkálni egy 3 szintes háznál, ami szerintem eléggé korrekt, és nem is sok. És igazából itt a fűtés korszerűsítés, amivel minket megkerestek, az nem is feltétlen csak az, hogy optimalizáljuk, mert nyilván az ügyfél szeretné, hogy ezt az 1800-at még próbáljuk lejjebb vinni. A fő lényege az volt, hogy próbáljunk minden manuális vezérlést ebből kiiktatni, mert jelenleg ez a 3 állású kapcsolás, hogy most hűtés, csak kazán, meg mix, az most kézzel kell. És akkor ha elfelejti, stb. Tehát pont most, amikor kim voltam, nézegettük, és kiderült, hogy a kazán egész nyáron ment, mert normál üzemmódban volt, nem nyáriba, mert ugye kézzel kellett volna átállítani. Ennek az egész sztorinak azt szerintem a tanulsága, hogy nézzünk rá a fűtésrendszerünkre, nézzünk rá, hogy működik. Tehát pont te hoztál egy példát, hogy az egyik ügyfeled homlokzati szigetelést akar, de közben például kaotikus volt a fűtésrendszer kialakítása. Így van, és azt mondtam neki, hogy azt a 4,5 milliót a homlokzati hőszigetelés helyett toljuk bele a fűtéskorszerűsítésbe, és szakaszolásba, és szabályozásba, sokkal többet fog hozni a konyhára. És itt léptek igazából ti a képbe, mint okos otthonosok, hogy nagyon sok háznál látom azt, hogy az meg nagyon sok háznál 30 éves termosztátokat látok, 1 fokos kapcsolási érzékenységgel, ami azt jelenti, hogy plusz 1 fok, meg mínusz 1 fok, tehát 2 fok, mire kapcsol, meg kikapcsol az izés. Akkor a túllendülése van az egész rendszernek, hogy az bődület, miközben akár egy Computerm Q7-est vagy Q8-as nézünk, azok már 0,2 fokos érzékenységgel vannak, és 10 000 forint egy olyan termosztát. Tehát nagyon sok esetben már ez egy rendkívül jó
hőkomfort növelő és rezsicsökkentő tud lenni, meg amit többszintes házaknál látok, hogy nincsenek elszakaszolva szintenként a házak, a lakóterek. És most beszélünk egy földszint plusz emelet plusz tetőteresről, értelemszerűen a földszintnek a legnagyobb a hővesztessége, mert lefelé is hűl, minden irányba hűl. A emeleté a legkisebb, mert annak csak falai vannak, a külső falai, és alulfűtött, fölülfűtött. És a tetőtér meg azért kritikus, mert a tetőtérnek könnyű szerkezetes a teteje, ezáltal rohadt könnyen fölmelegedik. Tehát a háromnál teljesen más, mindenképpen kell szintenként külön termosztát, ehhez külön zónavezérlő, és ezek külön kapcsolgatnak, ami szivattyút vezérel, kazánt vezérel, vagy hőszivattyút vezérel. És ezzel rettenetes mennyiségű energia megtakarítható azon kívül, hogy nem kell tekergetni össze-vissza a szabályozásokat, hogy hol legyen meleg, hol legyen hideg, tök jól összeoszható, és ennek egy további lépés az, hogyha esetleg valaki helységenként akarja ezt a dolgot vezérelni. Hát igen, ugye itt az, ami szerintem már nagyon sokszor elhangzott, mert szerintem a te podcastedben is tudod, hogy ne adj Isten valakinél az általános beállított hőmérséklet 24 fok, ami szerintem most az energiaválság idején elég nagy luxus. Így van. Szerintem nagyon sok ember át fog állni erre a 20-18 fok körülire, télen mindenképp, mert ugye tudjuk, hogy minden egyes fokkal 6%-ot tudunk spórolni. Ez számítások is igazolják egyébként, tehát valós tapasztalat adatok is, hogy 5-6% az ilyen kapásból. Igen, és ugye amúgy is az emberi életvitel szempontjából, tudom, hogy vannak fázósabbak, stb., de maga az emberi bioritmusnak is az alváshoz például 18-20 fok az ideális. Gyorsan egy közbevetés. A mostani modern házaknál nem tudsz 2 foknál nagyobb különbséget előidézni éjszaka. Tehát hiába állítod le a fűtésedet este 8-kor, nem fog kihűlni a ház 2 fokkal kevesebbre, mert egyszerűen akkora a hőmegtartása, indirekt módon szellőztetéssel tudod kikergetni a házból az izét, ami értelemszerűen megint energiapazarló, tehát azt nem szabad figyelembe venni. Úgyhogy arra appellálni valakinek, hogy napközben 21 fok és éjszaka 17, nem lehet megcsinálni, anélkül, hogy kéne szellőztetni a meleget a házból. Tehát amit megtermelünk, amiért kifizetjük a drága, nem rezsicsökkentett, vagy épp rezsicsökkentett árat, azt szellőztetésnél ugye kiengedjük. Igen. Tulajdonképpen. És most szerintem ez egy fontos dolog, hogy itt kell egy kicsit energiatudatosabban gondolkodni. Tehát úgy kell venni a házunkat és a lakásunkat, mint egy akkumulátor. Igen. Tehát amikor mi felfűtjük, akkor tulajdonképpen feltöltjük ezt az akkumulátort, és hogyha mi kinyitjuk az ablakokat, akkor nagyon gyorsan kifolyatjuk ezt az energiát, amit mi ebbe beletoltunk. Tehát igazából ezért kell belőni egy olyan ideális hőmérsékletet, amit, hogyha jól szigetelt a házunk, tud is tartani, hogy minél kevesebbszer kelljen plusz energiát ebbe az egész rendszerbe beletölteni, mert akkor tudunk spórolni. Rengeteg cikket olvasok, elég nagy hírfogyasztó vagyok különböző portálokon. Így spóroljunk, úgy spóroljunk. Az elején még röhögtem a legtöbb tippen, úgy föl tudom baszni agyilag most már, hogy az valami hihetetlen. Tehát ilyen nincs, hogy elmegyünk reggel, tekerjük le a fűtést izére a 16 fokosra, mert mennyi energiát takarítunk meg. Nem, basszus, ez a régi házaknál, ahol rettenetes nagy a hőtároló tömeg, meg egyebek, már ott sem volt igaz, mert mire vissza, tehát hazajössz délután 4-re, bekapcsolod a fűtést, hidegek a falak, kihűlt minden, nem tudsz ekkora, tehát sokkal több energiába kerül visszafűteni, és ráadásul diszkomfort érzeted lesz. Tehát minden háznál ez egyedi, mai modern házakra meg egyszerűen nem tudsz releváns hőfokkülönbséget előállítani, hogy spóroljál. De nekem erről van egy vicces sztori, tehát én éltem ki 4 évet Kanadába. És Kanadában azt kell tudni, hogy őket nem fogja megütni nagyon ez az energiaválság, mert például Quebecbe, ez egy provincia Kelet-Kanadába, minden áramuk szinte vízerőművekből jön. Tehát nagyon olcsó az áram. Annyira olcsó, hogy a 70-es években már úgy építették a házakat, hogy csak és kizárólag elektromos fűtőtestek ezekbe a régi társasházakba. És papírvékony falak. Na most Kanadában mínusz 27 fok szokott lenni. Szóval egy kicsit elgondolkozik az ember, hogy ott a papírvékony fal miért, hiszen télen, hogyha nem fűtünk, pikpak 10 fokra leesik a lakásnak a hőmérséklete. És én, mint jó magyar, ugye beköltöztem a kis lakásba, ugye spóroljunk az energián, én is olvastam ezeket a cikkeket, azt tegyük hozzá, hogy jóval fiatalabb voltam még akkor, elhittem őket, elmentem melóba, kikapcsoltam a termosztátot, visszajöttem melóba tél, március, vagy nem tudom, február, kint mínusz 20-25 fok, hazaértem, 10 fok volt benne a lakásba. Úgyhogy mondjuk 21-2-nél jöttem el. És
meg őrültem, se tudtam visszafűteni azokkal az icipici elektromos fűtőtestekkel, amik ugye a lakással járnak. Mert azok nem arra valóak, hogy nulláról felfűtsék neked, az arra való, hogy tartsa a hőmérsékletet, de más nem tud, ennyit tud. Úgyhogy be kellett vásárolnom olajradiátorokat, és akkor úgy aludtam, hogy ilyen két olajradiátor volt mellettem, konnektorra dugva, és akkor így nagy nehezen visszafűtöttem, de megtanultam a leckét pár átvacogott éjszaka alatt, hogy nem szabad kikapcsolni a fűtést napközben se, ha nem vagyok otthon, hagyni kell, hogy temperálja az otthont ilyen 20-21 fokra, és úgy tökéletes. Tehát a második telem semmi. Tehát én azt hittem, hogy ez tender lesz majd minden télen, hogy én ott vacogok, de nem. Nem kapcsoltam ki a fűtést, konstant ment, és így működött. Tehát ez szerintem mindenképp fontos, hogy főleg, hogyha jól is van szigetelve, igazából be kell állítani a megfelelő hőmérsékletet, és rábízni az elektronikára, rábízni a vezérlésre, hogy tartsa azt a hőfokot, hisz ha jól is van szigetelve a ház, akkor is, meg tehát alapból energia szempontjából is sokkal olcsóbb tartani a hőmérsékletet, mint visszamelegíteni 5-6 fokot. Így van. Tehát abba beleőrül a rendszer. És amúgy ez érdekes, tehát itt a fűtésről beszélünk, talán ez az egyik legnagyobb energiaigényű dolog az egészben. És ezen lehet talán mértékben a legtöbbet spórolni, hogyha azt vesszük a pénztárcánkhoz. De most nekünk nagyon sok olyan megkeresésünk volt már létező ügyféltől, hogy fit srácok, vettem 5 darab okos konnektort, ezeket bedobálnám a rendszerbe, segítsetek már beintegrálni, mert mérni akarok bizonyos köröket. És nagyon érdekes dolgok jöttek ki, tehát mondok egy példát. Egyik ügyfelünk elkezdte mérni azt a hosszabbítót, tehát a hosszabbító elé rakott be egy okos dugaljat, és mérte a média tornyot. Tehát ebben van a TV, Xbox, soundbar, amit akarsz, 5.1-es hangfal rendszer, erősítő, stb. És elkezdte ezt mérni. Elkezdte emellett mérni a mosógépet, ami egy 1700 wattos Samsung mosógép, meg elkezdte mérni az irodáját, ott is az elosztót, ugye, amiben benne van a nyomtató, asztali lámpa, laptop, dokkoló, stb. És olyan egy hét után ránéztünk, hogy néznek ki a fogyasztási adatok, és a tévé, a médiatorony masszívan a legnagyobb fogyasztója. De standby-ba? Nem, használva? Nyilván gyerkőcök vannak, akik ja. Xboxoznak, tévét néznek. Tehát van, hogy napi 5-6 órát megy ott a rendszer, vagy ez, vagy az. És hiába fogyaszt ilyen 160-170 wattot, amikor mondjuk minden be van nyomva, azért, ha ez 5 órán keresztül megy, az 1 kilowatt pikpak. És ez egy 30 napot már 30 kilowattnál tartunk. Mellette az iroda is, az iroda volt a második legnagyobb fogyasztó, mert ugye ott 8-10 órát ül mondjuk benn, és a mosogatógép volt a legkevesebb, vagy a mosógép volt a legkevesebb, mert igaz, hogy az a legnagyobb fogyasztó ezek közül, de ha megnézi valaki az új modern mosógépeknek az energiafelvételi karakterisztikáját, akkor csak ilyen tüskék vannak benne igazából. Tehát olyan nincs, hogy konstans fűti, mit tudom én, fél órán keresztül 1700 watta, hanem van mondjuk, hogy egy ilyen 1 percig megy 1700 watton, aztán semmi, de durván a wattórája az minimális 100-200 wattot tud. De úgyse fut, tehát manapság vannak ezek az energiahatékony, 45 perces mosás, stb. És rendkívül keveset fogyasztott. Engem meg is lepett, tehát én azt hittem, hogy 1700 wattos eszköz. Így rálátás szinten sokkal nagyobb rálátásatok van, csak kíváncsi vagyok, hogy te mit szólsz hozzá. Nagyon sokan mondják, hogy a standby-os készülékeket ki kell húzgálni, meg minden egyéb. Én ebben rohadtul nem hiszek, tehát annyira pici már a szerintem, de cáfolj meg, hogyha nem így van, hogy annyira pici a standby fogyasztása már a modern eszközöknek, hogy... Itt a fontos szó, kulcs szó a modern eszközök. Most pont okosítunk... Mit tekintünk modernnek akkor? Na ez a kérdés, mert most pont okosítunk egy hotelt, és kaptunk egy szobát. Ezt a szobát telepakoltuk okos eszközökkel, okos dugaljakkal, 4 csöves fencoil termosztáttal, stb. És úgy néz ki a szoba elektronikus kialakítása, hogy tudod, van ez a szobákban egy ilyen mikrokapcsoló a belépés mellett, ahol a kártyát bele kell dugni, és akkor áram alá rakja a dugaljakat, meg a villanyt. És emellett van két másik kör, az egyike a hűtőgépé, hogy az folyamat áram alatt legyen, meg a tévéjé. Mert a tévé az meg ugye a központi IT rendszerrel van összeköttetésbe, és azért a tévé, a hűtő, az mindig on, vagy standby, míg ugye a világítás, meg a dugaljak, tehát hogyha bent felejt valakit, az csak akkor működik, ha a kártya be van dugva.
És azt néztük, hogy a tévé, ez nyilván nem a legeslegújabb tévé, de azért már LCD tévé, 10-14 wattot eszik. Standby-ba? Standby-ba. Az azért sok. És azért 24 óra alatt 10-14 watt, az simán 2-300 wattóra. És ha azt vesszük, akkor ez az év 365 napjában valószínűleg üzemel. Tehát így azért már jönnek ki elég, elég húzós fogyasztási adatok. Hát igen, akkor ez egy 100 kilowatt óra gyakorlatilag egy évben. Egy évben. Tehát az igen. Tehát az egy szignifikáns egy szobára. És itt jóval több van, mint egy szoba. Tehát igazából szerintem ez az kulcs szó, amúgy, ahogy, és most lehet megint ilyen közhelyes, de amikor az ember le akar fogyni, tehát én is, amikor most elhatároztam, hogy kicsit jobb fizikai állapotba hozom magam, az első dolog az volt, hogy vettem egy ilyen Xiaomi okos mérleget, és ez azért király, mert ugye mér mindent is, de tudom, izomtömeg, csonttömeg, stb., de a legfontosabb a kiló. Nyilvánvalóan méri a kilót. És onnantól, hogy tudom mérni a kilómat, tudom követni, hogy hogy alakul, tudom úgy szabályozni, nyilván nem napi bontásban, mert nincs sok értelme, mert ahhoz túl nagy a kilengés, de mondjuk heti vagy havi bontásban egész pontos képet kapok. És mi is ezt szoktuk mondani ügyfeleknek, hogy első lépés, mérjünk. Mindenki érzi otthon, hogy mi lehet a nagy fogyasztó. Rakjunk be elé egy okos dugaljat legalább, az a legkönnyebb, tehát ez tényleg semmi, tehát 10-15-20 ezer forint max egy ilyen, ha van egy alap okos otthon, de még okos otthon nélkül is működhet csak applikációval, rakjunk be elé. És én azt mondom, hogy 2-3 dolog elé is rakjunk be, mert sokszor mi hiszünk valamit, és tök más a valóság. Aha. Tehát azt hiszik, hogy a mosógép a legnagyobb fogyasztónk, de nem közben a tévé, vagy a laptop, vagy stb. Mérjük ki ezeket, és igazából rá fogunk jönni, hogy egy csomó dolgon lehetne spórolni. Tehát nagyon sok olyan ügyfél volt, ahol beraktunk fogyasztásmérést, és olyan dolgokra jöttek rá, hogy tudom, a pincében mindig égett a lámpa. Nem vették észre, elfejtették lekapcsolni, stb. És akik így nézték, hogy miért van akkor a fogyasztás azon a körön, és látták, hogy azon a pince világítás van, meg a kültéri világítás, kültért azt észreveszik, ha égve marad, de a pincét az soha. És akkor nyilván automatizáljuk le, tehát legyen ott is egy vezérlés. Tehát nagyon sok ilyen bújtatott energiafogyasztás van, amivel tudunk spórolni. És ha ezeket megtaláljuk, akkor igazából szignifikáns. Tehát kevés watt is tud sokat összeadni, hogyha huzamosabb ideig ég például. Tehát most itt pont a hotelnél, ha felkapcsoljuk csak a fürdőszoba lámpát, és csak az előtérbe lámpát, az 22 watt. Nyilván nem a legesleg energiahatékonyabbak azok az égők, tehát nem ledes égőkről beszélünk, ez egy felújítás előtt álló szoba, de 22 wattot eleszik. És ha ezt nem veszük észre, tehát ma például ránéztem, szobára valószínűleg a takarítónőben járt, felkapcsolta a lámpákat, elfejtette kikapcsolni. És mi történt? Égve maradt minden. Ez 22 watt óránként. És ez nagyon hamar össze tud adódni. És a mai energiaárak mellett, tehát 1100... Főleg egy vállalkozásnál. Hát főleg egy vállalkozásnál, egy hotelnél, de én azt mondom, hogy a végfelhasználóknál is. Tehát most még kényelmesebbek vagyunk, mert azt mondjuk, jó, 70 forint egy kilowatt, tehát kit érdekel. De ez a 70 forint, ez nagyon sokan nem jönnek rá, hogy ez nagyon vékony szálon. Igen. Van ez a 70 forint. A vállalkozásoknál már 300 forintról beszélünk körülbelül, és az még mindig egy jó ár. És az még mindig egy jó ár. És azt nem veszük észre, hogy a magyar államnak ez nagyon-nagyon nem gazdaságos, hogy ezt ő fenntartsa. És jelenleg a magyar állam arra égeti el a pénzt, hogy fenntartsa ezt a rezsicsökkentett árat, míg hogyha beüt a válság, akkor a pénzt majd a munkanélküli segélyekre, meg ezekre kell elszórni, mert ugye támogatnunk kell azokat az embereket, akik elvesztik a munkájukat. És akkor már nem fog beleférni, hogy mi itt a rezsicsökkentésre. Vagy-vagy. Tehát ott egy vagy-vagy szituáció lesz, és amikor meghúzzák a határt, hogy vége, és nem lesz rezsicsökkentés, akkor jön majd a hideg zuhany nagyon sok embernek, hogy az bizony nem 70 forint az a kilowattóra. És ott szignifikánsan lehet majd spórolni apró dolgokkal is. Tehát fel fognak értékelődni szerintem az apróbb dolgok, amikre most csak legyintünk, de ami most mondjuk 2-3 ezer forintot ad hozzá a számlánkhoz egy hónapba, az valós piaci áron 20-30 ezer forintot ad hozzá. És az már nem... És közben a magyar reálbérek meg hát sehol nincsenek. Igen.
Tehát igazából te most azt mondod, hogy az okos otthonosodás első lépése az mindenképpen egy méréssel kezdődik, tehát egy mérési fázissal, és az alapján lehet, ha most csak arról beszélünk, hogy az okos otthon azért építeni ki, hogy energiát akadjunk meg, bocsánat, hogy akkor gyakorlatilag mérni kell, és abból levonni a konzekvenciákat, és úgy építeni át. Igen, tehát hogyha nekünk az okos otthon nem feltétlen csak a kényelem, és a vezérlés, és az automatizáció, hanem elsősorban úgy akarunk ebbe tekinteni, mint egy befektetés energiamenedzsment szempontjából, akkor az első lépés a megfelelő mérőpontok kialakítása, a megfelelő eszközök beszerzése, amik a mérés lehetővé teszik, valamint az ehhez tartozó grafikai megjelenítés, tehát hogy tudjuk követni. Ha most jól értem ezt az egészet, már pedig gondolom, hogy jól értem, hogy akkor azt mondod, hogy energia megtakarítás szintjén nem kell szétcsesznünk az egész házat, hanem elég lenne a megfelelő helyekre okos konnektorokat telepíteni, aminek van egy kezelőfelülete, illetve egy grafikus követési lehetősége. Tehát ez gyakorlatilag egy bár okos otthon, de valójában nem. Ez most egy ilyen okos otthon light rendszer, ami gyakorlatilag az energia megtakarításról, illetve annak a méréséről szól csak. Igen, tehát első körben elkezdjük mérni. Nyilván minél több helyen, annál pontosabb. Nyilván a legalapabb az, hogy mondjuk mérjük a villanyóra alatt egy almérővel, és akkor látjuk, hogy pontosan mennyi a fogyasztás, de ezt ugye le tudjuk olvasni a villanyóráról is, ha úgy vesszük. Mennyire kell ehhez belepiszkálni a rendszerbe? Tehát mit jelent a ti almérőtök? Tehát, hogyha okos dugaljakról beszélünk, tehát itt többféle megoldás van, többféle megközelítés. Mivel itt most magunknak akarunk információt gyűjteni, hogy magunk tudjunk spórolni, ezért itt nem kellenek olyan pontosságú eszközök, amik ugye arra is jók, hogy esetleg az EON-nak visszariportáljuk a valós idejű fogyasztásunkat. Itt van több opciónk, az egyik ugye a már emlegetett okos dugaj, ez talán a legeslegegyszerűbb, IKEA-ba is kapható, bedugjuk, felprogramozzuk és kész. A következő szint a különféle okos relé, ami a rajta átfolyó áramot tudja mérni. Uh-huh. Ugye ehhez már szerelni kell, ezt mondjuk már egy villanyszerelő rakja be. De a szerelés az még mindig azt jelenti, hogy csak ki kell szednünk a mostani szerelvényt, és mögé be lehet rakni. Így van, ez lehet a szerelvény mögé, lehet a lakás elosztóba, stb. Igen. És van egy másik opció, ami talán egy kicsit kevesebb szereléssel is jár, ez az úgynevezett áramváltós megoldás. Ugye áramváltós megoldás az azt jelenti, hogy van egy fogyasztásmérőnk, amire lehet csatlakoztatni áramváltókat. Ezt az áramváltót úgy kell elképzelni, mint egy bilincs, vagy egy saru, amit rá lehet rakni a vezetékre. És akkor tudja arra a rajta átfolyó áramerősséget mérni, és ebből tud számolni ugye teljesítményt. Ugye 220-230 volttal beszorozza. És ezek az áramváltók azért jók, mert mondjuk egy ilyen fogyasztásmérő van, hogy mondjuk 5 áramváltót is támogat, az azt jelenti, hogy például a lakáselosztóba belerakjuk, akkor mondjuk 5 különálló kört azzal az egy eszközzel le tudunk mérni. És nyilván ezeknek a pontosság ilyen 1-2% körül van. Általában úgy vannak belőve, mondjuk a Legrandnak van egy ilyen eszköze, amit tudom, mert teszteltünk, ott az 63 amperig jó, hivatalosan 80 amper, de a valóság, hogy nem fér át vastagabb kábel rajta, mint a 63 amperes. Nyilván minél közelebb vagyunk ez a 63 amperhez, annál pontosabb, tehát ha csak egy amper folyik át azon a vezetéken, akkor nagyobb lesz a hiba százalék. Uh-huh. De ha mondjuk 40-50 amper, akkor már pontosabban tudjuk mérni. És ezekkel ugye azt tudjuk elérni, hogy külön körökön tudunk mérni. Tehát ugye általában lakásokban 32-16 amperes kis megszakítók szoktak lenni, akkor erre olyan áramváltót kell rakni, amik 32 amperes vagy 40 amperes, stb. És ezeket tudjuk külön a köröket mérni. És ha mondjuk nagyon jó a villanyszerelés az otthonunknak, és megfelelően sok körünk van, amit lehet mérni, akkor egy elég pontos képet fogunk kapni, hogy hol mennyi áram az, ami elég, tulajdonképpen remélem nem elég, de hogy elfogy. Ez gyakorlatilag azt jelenti, ezek az áramváltók viszonylag egyszerűen felszerelhetők? Igen, ugye ebből van a sarus megoldás, ami nagyon egyszerűen felszerelhető, van a gyűrűs megoldás, aminél át kell bújtatni, tehát ki kell kötni, tehát ahhoz megint villanyszerelő ajánlott, hiszen ott azért elég erős áram fut, de aránylag könnyen beszerelhetőek. És akkor ehhez gyakorlatilag ti telepítetek egy okos
otthon központot. Igen, amit mi az energiamenedzsment alatt szoktunk ajánlani, az az, hogy adunk egy ajánlást az eszközökre. Itt elég széles a repertoár, ugye a piacon található többféle eszközből lehet válogatni, itt a pénztárca, árérték, arány, stb. Ez lehet fontos, meg ugye a lehetőségek. Ahova lehet beépíteni, oda jó beépítettet, ahova nem, ott okos dugaljak, stb. És amit mi adunk, ugye egy központi rendszer, ahol teljesen egyére tudjuk szabni a vizualizációt. Tehát azt tudjuk mérni, amit kell, be tudunk állítani figyelmeztetéseket, ha ne adj Isten, túllépjük mondjuk a rezsicsökkentett értékeket, tehát azt a 220 kilowattot egy hónapba, stb. Vagy hogyha már közel járunk hozzá, akkor kap az ember egy értesítést. És a jelenlegi tanulság az, hogy ezek tök sokat számítanak. Tehát nem csak abból a nézőpontból értékes ez, hogy az ember tudja nyomon követni, mert ugye valaki vesz egy napelemet, akkor az elején még így nézegeti minden nap, hogy mennyi a fogyasztás, az egy hónap múlva senkit nem érdekel, de az értesítések azt szerintem nagyon hasznosak. Tehát hogyha be lehet állítani ilyen több lépéses értesítést, ugye otthontól függő, mint 150 kW-nál szóljon, vagy hogyha van egy kör, ami hirtelen a szokásostól eltérő, ezt mi úgy hívjuk, hogy anomália detekció. Ez azt jelenti, hogy mondjuk pár hónapig figyeljük a fogyasztást, és hogyha hirtelen egy körön kiugró értéket kapunk, vagy pozitív, vagy negatív irányba, akkor küldünk egy értesítést az ügyfélnek, hogy hopp, ezen a körön láttunk valami kirívót, és akkor ő megnézi, hogy ez normál, kikötötték azt a kört, eltűnt onnan a fogyasztó, vagy rákötöttek valami masszív fogyasztót. De jó, hogyha ezeknek utána néz. Tehát az értesítések szerintem mindenképp hasznosak, és a másik pedig az, hogy miután van elég adat, át lehet nézni, és hogy lehet korszerűsíteni. Tehát itt nagyon fontos, csak akinek nem volt egyértelmű, hogy ezek az eszközök, illetve ennek ez az okos otthon része, ez számotokra is ad egy logot. Tehát nem csak az ügyfélnél jelennek meg ezek táblázat szintjén, grafikon szintjén, meg egyébként nálatok is, akik ki tudjátok elemezni. Így van, ki tudjuk elemezni, tudunk ajánlásokat tenni, hogy miket kéne vezérelni, mik azok a mondjuk világítási körök, amik rendkívül pazarlóak, ne adj Isten, hol vannak olyan fogyasztók, amik nagyon sokat fogyasztanak. Ezeket az ügyféllel leülve át lehet beszélni, hogy milyen opciók vannak ennek, tehát esetleg eszközcsere, ne adj Isten, tehát a kedvenc példám, ez nem tőlünk jött, tehát ezt valamelyik online fórumon olvastam, hogy a kolléga berakott egy okos dugaljat a hűtő mögé, és elkezdte monitorozni a hűtőt, és azt vette észre, hogy mondjuk 1100, vagy nem, 700 wattot fogyaszt konstans a hűtő. És mondta, ez tök jó, és aztán két hónap múlva észrevette, hogy 1400 wattot fogyaszt a hűtő, tehát duplázódott a fogyasztása. De így fogta a fejét, hát nem történt semmi. Nem lett hangosabb, semmi. És akkor elkezdte böngészni az internetet, hogy mitől lehet az, hogy a hűtő egyik pillanatra a másikra többet fogyaszt. És hát valamelyik fórumban azt találta, hogy előfordulhat, hogy a hűtő hőleadó rácsa az poros, és próbálja, hogy letakarítja. Letakarította, visszadugta a hűtőt 700 watt újra. Tehát ugye az történt, hogy a kompresszor sokkal jobban pörgött, hogy tudja hűteni ugyanazzal a hatásfokkal a hűtőt, és ha ezt például nem veszi észre, nem takarítja le, hosszú távon az a kompresszor meghalt volna. Mert az üzemidejét kvázi lefelezte volna. Nekünk ilyen szintű probléma az, hogy nekünk a hűtőre rásüt a nap télen, nyáron, de nagyon masszívan. Tehát én is tudom, hogy a nyári fogyasztásunk a sokkal, tehát nekünk háromszor annyit fogyaszt a hűtő. És nem fogom emiatt átrendezni a konyhát, meg minden, ez egy elfogadott dolog, de én ezt tudtam. De számaid vannak róla, hogy mennyivel fogyaszt többet a nap hatására? Háromszor annyit. Háromszor. Az a baj, hogy déli tájolású az egész házunk, nincs födém, tehát a tető nyitva van, azon tetősik ablakok vannak, tehát gyakorlatilag 11-től olyan délután 3-ig masszívan, vagy az 1-es, vagy a 2-es, vagy a 3-as, vagy a 4-es tetősik ablakon telibe veri a hűtőt. Na de látod, Zsolt, hogyha piaci ára lesz az áramnak, akkor már lehet, hogy eljutunk arra a szintre, hogy megfontolod, hogy nyáron azt a hűtőt valahogy átrendezed, vagy valahogy árnyékold azt a részt. Igen, ezek fontosak, hogy az ember tudja ezeket az apróságokat. És ugyanez igaz mosogatógépre is, szárítógépre is, tehát nagyon sok olyan mellékese van, ami tud. Például most pont ma kérdezte a jár hozzánk egy idős hölgy főzni, ezt már elmondtam többször, egy héten két napot, és akkor így befőz előre,
mi ezen is spórolunk, és kérdezte, hogy hát egyedül van otthon, 120 literes villanyboiler, nem igazán akarja most kicserélni ezt egy 80 literesre meg mindenre, hogy hogy jár jobban, ha felfűti a 120 litert folyamatosan, vagy ha ő igazából két naponta kapcsolgatja a boilert, nem direktbe van neki bekötve, hanem van egy kapcsolója izébe, két-három naponta bekapcsolja a boilert, és azt a 120 literes izét, mihogy beltére van a boiler, azt elhasználja. És akkor mondtam neki, hogy vagy az van, hogy kapcsolgatja, mert a 120, tehát úgy kell számolni, hogy egy napra 50 liter az, amit számolunk használati melegvízre, ha 40-45 fokos vízről beszélünk, tehát a hőszivattyúra vagy kondenzációs kazára indirekt tárolóval. A villanyboilerek azok általában 60-65 fokosra fűtik fel a vizet, legionella ellen, meg minden egyéb ellen, és vagy az van, hogy akkor fölfűtti három naponta 60-65 fokosra a vizet, vagy akkor tekerje sokkal lejjebb a hőfokát a boilernak, és akkor viszont hagyja konstansan. Tehát nagyon sokat lehet ezzel, az ő szintjén, nagyon sokat lehet ezzel megfogni. Tehát igazából szerintem ez a trükk, hogy azáltal, hogy most egy ilyen szituációba kerülünk, mindenkinek kicsit jobban utána kell néznie, igen, hogy mik a fogyasztásai. Mert most még úgy tűnhet, tehát mondok egy példát nekem, mondjuk a villanyszámlám itt egy ilyen 45 négyzetméteres lakásba 15 ezer forint. Most mondtam valamit, két havonta. Tehát egyáltalán nem vissza, sőt, valószínűleg még kevesebb is. Nem szignifikáns a lakás albérleti díjához képest, stb. De azt tartsuk a fejünkbe, hogy jelenleg a töredékét fizetjük az árampiaci árának. Így van, és te ennyit fizetsz, nekem havonta 20 ezer fölött van a villanyszámlám, oké, otthonról dolgozunk, meg minden egyebek, ebben még nincs benne az, hogy töltöm is az autót, tehát csak ez. Ha most ez fölugrik csak az ötszörösére, vagy csak a kétszeresére, rohadtul nem mindegy, hogy 20 pontban van. Hát meg azt már megérzi a családi kassa. Igen, is. Tehát 21 ezer a még a rezsicsökkentett árunk, mert hogy még most jött meg a júliusi számlánk, pontban mutatta a feleségem, és ez valószínű most a rezsicsökkent, mi vagy túlhaladjuk a rezsit, ez fölmegy most 30-ra, de még mindig a nagyon olcsó áramról beszélünk, és ha ez fölmegy 60-ra vagy 90-re, én is kurvára meg fogom érezni, holott én viszonylag jól keresek, tehát bőven az átlag fölött vagyok életszínvonalban. És akkor már nézegetni fogom én is, hogy mi a franc az, ami fogyaszt. És igazából nálam itt jön be egy kicsit egy ilyen pozitív felhang ezzel az egésszel. Tehát azzal, hogy drágul az energia, szerintem észhez térnek az emberek. Tehát egy kicsit én azt is várom ettől, hogy sokkal energiatudatosabbá válunk. És ez nem csak az áramfogyasztás, de vehetjük az üzemanyagot is. Tehát jelenleg azért még mindig mindenhol mindenki kocsival megy, én is rossz példa vagyok. De remélhetőleg tényleg ezen az oldalon is próbálunk mi is javítani, meg nyilván a környezetünk is, de amit otthon tehetünk, az tényleg ez a fogyasztás optimalizálás. Viszont ahhoz, hogy ezt tudjuk, én azt mondom, hogy valahogy mérnünk kell. Tehát lehet érzésre csinálni, meg lehet hónapról hónapra figyelgetni a villanyszámlát, hogy alakul, tehát ebbe a hónapban mondjuk ezt a kört nem kapcsolom, meg lehet interneten hülyeségeket olvasni, de én mindig azt mondom, hogy az objektív számok a legpontosabbak. Tehát, hogyha tudjuk mérni, mérjük, és akkor nem kell magyarázgatni. Tehát, ha ennyit fogyaszt, akkor ennyit fogyasztott. Igen. Igen, tehát nekem most majd az elkövetkezendő időkben sorba jön neki a blogposztok, mert nagyon sok életszituációt látok, meg minden, és sok esetben tényleg az van, hogy aláírás előtt hívott ki az úriember, hogy hát jönnének a hőszigetelősök, megrendelném a hőszigetelést, itt van a 4,5 milliós árajánlat, megrendelném. Székesfehérvárra kellett kimennem, kiszállása minden együtt 100 ezer forint volt a összköltsége ennek a tanácsadásnak. Átnéztem az egész házat, és mondtam neki, ugyanaz a ház, amit említettél te is, hogy nem hőszigetelünk, mert rohadtul nem éri meg, tehát effektíve nem térül meg, viszont a fűtést azt teljesen lebombázzuk az egészet, és újra húzzuk az egészet, sokkal több megtakarítást fog hozni, és jövőben mutató az egész, mert ehhez később lehet rakni hőszivattyút, ha kirúgják alulunk a gázt, meg minden egyebet. Tehát az, amit ti is csináltok, hogy monitorozzátok az egészet, ennek van egy X költsége, viszont nem hülyeségekre költ az ember. Tehát lehet azt mondani, tőlem is szokták kérdezni, erre nem szoktam tudni választ adni, hogy kicseréljem el a hűtőmet, mert mennyit fogyaszt. Fingom nincs. Hát van ezerféle hűtő a piacon, milyen régi, rásüt-e a nap, tisztán tartják-e, leolvasztják-e, stb. Nem tudok rá választ adni. Viszont egy hűtő is, normális hűtő, több százezer forint.
és ha ti monitorozással kimutatjátok, hogy basszus, nem a hűtő a kardinális, hanem teljesen más, akkor már is Tehát igen, felesleges a hűtőre költeni, hogyha nem az a fő fogyasztó, vagy nem az a probléma. Tehát lehet, hogy nagyon sokszor nem is az eszköz a hiba, hanem egyszerűen szokásokon kell változtatni. És szerintem ez az, ahol a legkönnyebb spórolni, a szokásokon. És ugye itt a fűtésnél is, hogy hány fokra tekerjük, pont ma is tehát az ügyfélnél beszéltünk, hogy oké, korszerűsítsük a fűtőrendszert, mi a fő igény? Mert ugye a fogyasztásuk nem kirívóan magas. Tehát, hogy aránylag jól működik most is egy ekkora házra ez a rendszer. És mondta, hogy nyilván az elsődleges az, hogy neki ne kelljen kézzel, mert ebben nagy a hiba lehetőség. Elfelejti, stb. És akkor ugye feleslegesen megy mondjuk a kazán, és nem a hőszivattyú. Tehát ez az egyik irány. És akkor kérdeztem, hogy oké, de mik a hőérzetek a családba? Tehát, hogy hány fokon szokott. És akkor mondta, hát itt szeret mindenki egy kicsit melegebben élni, tehát ilyen 24 fokra van beállítva. És ez például tipikus olyan, és ő is ezt mondta egyből, hogy valószínűleg idén télen ez inkább 22-21 fokra lesz majd beállítva. Tehát, hogy ez egy olyan szokás, amivel szignifikánsan már csökkenteni fogja az energia. Igen, és egyébként az ember, tehát nem tudom ki, hogy nőtt föl, én azért sokkal hidegebb részében nőttem fel. Hát nálunk is a szülői ház, hazamegyek 19 fok, azt mondom, hogy megdermedek, mi történik. Én úgy gondolom, hogy egyébként a 21-22 fok meg a 24-25 fok között már nincs akkor a komfort csökkenés, hogy az problémát okozzon. Most ne beszéljünk arról, hogy van, ahol sajnos a házat föl kell fűteni 25 fokra, hogy ne penészedjen, de az a háznak egy saját egyedi hibája. De ugye itt is vannak trükkök, tehát a penészesedés ellen ugye tudjuk használni a klímának, a szárító funkcióját, stb. De az megint azt tartozik hozzá, tehát nekünk volt olyan megkeresésünk társasháznál, ahol kimondottan a harmadpontot és a páratartalmat, hőmérsékletet kellett néznünk, mert volt penészesedés. Uh-huh. És hogy ezt meg tudjuk előzni, vagy jelezni tudjuk legalább a karbantartónak, hogy hol van veszélye annak, hogy penészesedni fog a lakás. És amit még ehhez hozzáfűznék, hogy ilyenkor azért kicsit vissza lehet nyúlni a régieknek a bölcsességéhez, azért nem véletlen voltak a dunyha meg a paplan, tehát ne féljünk el azért kicsit télen jobban betakarózni, és inkább spóroljunk az energián, amit beletáplálunk az otthonunkba. És amit ugye említettem már, ez az akkumulátor, hogy az otthonunk egy akkumulátor, ami ugye hőt tárol. Angliában ott már ez működik, ugye, hogy piaci áron veszik az emberek az elektromos áramot. Tehát ahogy változik az elektromos áram költsége, vannak olyan szolgáltatók, akik úgy adják el, tehát amennyibe kerül. És itt az ember akkor már tud optimalizálni, viszont ehhez már manuális vezérlés túl kevés, hiszen folyamatosan változik az áramára, és itt meg lehet csinálni, hogy az okos otthon rendszer például figyeli az áramárát, és amikor az egy bizonyos érték alatt van, akkor elkezdi a klímával hűteni a lakást, amikor az érték fölé megy az áramára, akkor lekapcsolja a klímát. És ezzel kvázi lehet, hogy nincs is otthon senki, behűti a lakást, ugye beszéltük, hogy 1-2 fokot változik az otthon, ha jól van szigetelve, és igazából ezáltal nagyon sokat tud spórolni az ember, mert amikor olcsóbb az áram, akkor mennek a fogyasztók, lehűti a lakást, és amikor meg drága az áram, nem mennek a fogyasztók, de a hőveszteség nem olyan szignifikáns. Tehát itt nagyon nagy lehetőségek vannak szerintem a jövőre nézve, és nagyon sokáig tudunk fejlődni ebbe. Ugorjunk egy kicsit a jövőre nézve, és az akkumulátorra. Mit láttok a napelemek akkumulátor, tehát ilyen nem szigetüzemmód, de ilyen hibrid üzemmód szintjén épületeknél? Most a költségekről nem beszélünk, mert még rettenetesen drága az akkumulátor, majd minden, de ennek is a vezérlése megint egy olyan dolog, hogy nem tudsz annyi akkumulátort telepíteni egy házba, egyszerűen nem éri meg, hogy mindent ellásson mindig, hanem tényleg optimalizálni kell a rendszerhez képest, hogy mikor érdemes feltölteni az akkumulátort, és mikor érdemes abból elvenni az akkumulátort. Hát, ugye a hibrid inverterek azok egy teljesen új világot nyitnak ki ezen a téren, de nekem pont családi vonatkozás is van, ugye az egyik rokonom napelemek telepítésével foglalkozik, és például nekik az elmúlt másfél-két hónapban meg 10-szereződött a megkeresések száma. A hibridre vonatkozom, tehát, vagy egyébként tehát is? Alapból, napelemből, és napelempanel már szinte hiányzik szintén, mint hát minden más. Meg az inverter is, igen. Meg az inverter is, főleg az inverter amúgy, és ez oké. Okay. Tehát ezt vártuk, hogy ez fog történni, amikor jött a rezsicsökkentés, csökkentése, stb. Viszont amit még mondott, hogy egyre többen, egyelőre még a nagyobb pénzű vásárlók, de már akarnak energiatárolási megoldásokat. És ugye
Például a Huawei-nek van egy elég népszerű akkumulátor és inverter kombinációja, de minket is keresett már meg más szolgáltató, sőt, talán a Legrandnak is van olyan pakolható otthoni akkumulátorcsomagja, ami azt hiszem a legkisebb az ilyen 20-25 kW-os, de most pontos értéket nem tudok, és ilyen polcos, vagy nem tudom, ilyen legós, Ilyen regszerű. ilyen regszerű lehet pakolni, és azt hiszem ilyen 100 kW-ig fel lehet pakolni, és ez direktbe ugye otthonokhoz, házakhoz van kitalálva, és azért 100 kilovattal, nem tudom, azért egy napot biztos, de nem keveset el tud menni Itt egy nekem ami otthon. dilemmám, és amit a feleségem vetett fel, hogy mi van akkor, hogyha áramszünetek lesznek, mert azért rohadtul És már pedig várható lesznek. lesznek. Bár most ugye, tehát az áramszünetek ugye azért is vannak, hogyha ha növekszik a fogyasztás, meg és több a nem megbízható energiaforrás, mint a napelem, stb. Ez most télen azért kevesebb lesz, meg azzal, hogy energiaválság van, a fogyasztás is csökkenni fog. Szóval jelenleg szerintem nem ez lesz a legnagyobb veszély, hogy áramszünetek lesznek, de mindenképp a jövőre nézve, tehát a követő évben biztos, hogy egyre több lesz, mert az infrastruktúránk az nem Az mai. pusztul, épp ezt Tehát az akartam mondani, folyamatosan hogy pusztul. Tehát ha az államnak a pénzt a rezsicsökkentésbe kell beletolnia, akkor még és kevesebb nem a pénz jut fejlesztésbe fog a belemenni. izéba, igen, karbantartásokra, és ez volt a feleségemnek kérdés, hogy mi van akkor, hogyha 2 napra leáll a fűtésünk. Mert körülbelül egy mai modern ház az 2-3 nap után kezd el kényelmetlen szintre lehűlni, és mondjuk egy hét kell, inkább ilyen 4-5 nap, mire elkezd olyan szintre lehűlni, hogy már a vízhálózat például el tudjon fagyni, vagy tehát most nagyon durva mizéről, kinti hőmérsékletekről beszélünk. Tehát, hogy mit tudunk ilyen esetben tenni, és akkor jött szóba ez, hogy akkor mi már olyan napelemet telepítünk, ami hibrid inverteres, és majd szépen lesz mellé pakolva. Igen, ugye amit itt észrevettünk, hogy egyre jobban bonyolódni fog az energia menedzsmentje az Igen. otthonunknak. Tehát sokkal több forrásunk lesz, már az otthonokon elég gyakori, hogy napelem van, de már én nézegettem, hogy lehet kapni ilyen 4 kW-os szélerőműveket, ilyen piciket, ami maximum 4 kW-ot tud Igen, csak termelni. az Magyarországon be van tiltva. Nem, ha kertbe rakod, mert ezek nem ilyen több méter magasak, hanem mondjuk 2 méter Ja, magas, értelek. és tudod, ilyen oldalt vannak a lapátja, ilyen fél U alakba Aha. hajolva, és ezeket te a saját kertedbe lerakhatod szó nélkül, mert nem rombolják ugye a kinézetet, meg Na két jó, de méter. ezt a hálózatra nem kötheted rá, csak az Nem, akkumulátor. annak saját kis invertere van, és akkor úgy tudod mondjuk aksi töltésre használni. Tehát, hogy egyre több ilyen alternatív energiaforrás bejön, és ezeket mind valahogy össze kell legóznunk, hogy a végén ugye az otthonunkat megtáplálja. Igen, tehát ez a ti oldalatokról gyakorlatilag menedzsmentet jelent meg okos otthonosodást. Az én oldalamról, mint tervező, meg helyigényt jelent, méghozzá nem is keveset. Így van. Nagyon sokan panaszkodnak például arra a meglévő házaknál, hogy az inverter bődületes mennyiségű hőt termel, és egyszerűen berakták egy kamrába, és bújognak a befőttek mellette. Tehát nagyon-nagyon kell egy olyan gépészeti tér, meg gépészeti hely, ahová el lehet ezeket helyezni. Régi házaknál is nagyon sok esetben tudom azt javasolni, vagy kell azt javasolnom, hogy egy puffertárolót be kell tenni, mert akkor meg tudjuk hagyni a régi 15 éves gázkazánt, mert az dolgozik a pufferra, és mellé rakunk egy akkora hőszivattyút, ami önmagában a házat nem elégíti ki, de pont amit te is mondtál, hogy plusz 5 fokig, 0 fokig a hőszivattyú dolgozik, alatta meg ott van tartaléknak a gázkazán, és mind a kettőnek a rezsihatáras árait azt ki tudod használni ezáltal, de helyigény, 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 Tehát itt helyigény. jönnek amúgy az enyhe telek, hogy ilyen szempontból jók, hogy mostanában Igen. enyhébbek a telek, mert ugye a hőszivattyúk tovább tudnak hatékonyak maradni. De tényleg ez, most így visszagondolok, hogy nagyanyáméknál hogy nézett ki a lakás, és ott volt a nyílt égésterű kazán, ugye benn a fürdőszobába, és igazából ez volt a gépészet. Igen. Tehát nem volt túl bonyolítva. Manapság viszont a gépészeti helység, főleg a tehát újabb családi házakban, az tényleg elvesz egy teljes Hát egy értékű 6-8 szobát. négyzetméter az az Na, tehát nagyon alsónk. simán. Igen. És én még azt mondom, hogy és ez nagyjából csak a fűtés meg a melegvíz, legtöbb esetben. Ehhez még hozzájönnek a különböző Így vezérlések, van. rekszekrény, lakáselosztó, hogyha csillagpontos, stb. Tehát azért masszív helyigénye lesz, és akkor gyenge áramú hálózat, tehát masszív helyigény szükséges. Még nem beszéltünk szellőztetőrendszerről, ami megint elfoglal Szellőztetőrendszer. egy rohadt nagy helyet, csövekkel minden együtt. Igen, tehát... Viszont felértékelődik a tervezés, a gépészeti tervezés. Tehát sokkal fontosabb lesz a gépészeti tervezés már a... Tehát a múltkor volt egy ügyfelünk,
akivel beszélgettük, ugye betervezték a hőszivattyút, betervezték a szellőztetőrendszert, de meglepetésként érte őket, hogy a gyenge áramú hálózathoznak is kell hely. Tehát egy ilyen 160-170 négyzetméteres házról beszélünk, oda azért már kell legalább két-három access point, ugye a wifihez, kell egy nagyobb switch, ugye ha kamerák vannak, akkor adatrögzítő, router, hely a modemnek, egy hűtés ahhoz is, stb. És ezek még annyira nem ivottak bele, pedig építész volt amúgy az ügyfél, aki ezt építette, és ő is így, ó, tényleg ezt is bele kéne rakni, stb. Tehát ezekre szerintem érdemes odafigyelni. Viszont ami tényleg itt fontos, hogy próbáljunk a jövőre gondolkodni. Tehát az, amit mondtál, hogy lesznek áramkimaradások, jelenleg azt mondom, hogy közeljövőben ez nem akkora probléma, de a hosszú távú jövőben mindenképp. Mert egyszerűen az infrastruktúrát nem fogják tudni olyan ütembe fejleszteni, ahogy a fogyasztók meg fognak jelenni. Hát meg ha most ugorjunk előre a jövőre, a szaldós elszámolás jövő év végéig megkötött napelemes, tehát telepített napelemekre vonatkozik. Előbb-utóbb kénytelenek lesznek elengedni a szaldót, mert ez sem tartható, hogy a rendszert mi akkumulátorként használjuk, holott rohadt jó dolog, de egyszerűen nem fenntartható. És ha ebből következően neked a havi elszámolásod lesz, tehát nyáron túltermelésed van, télen megizik. Oké, ezt akkumulátorral lehetetlen áthidalni, de teljesen más az, hogy napközben feltöltöd az akkumulátorokat a téli gyenge napfénnyel, és egy vezérlés este lekapcsolja a hálózatról a rendszeredet, és elhasználjátok az akkumulátorról lévő elektromos energiát. Akár autótöltésről beszélünk, akár akkor mennek a mosógépek, mosogatógépek, ez mind optimalizáció igazából. És akkor erre van az, hogy szintén, ha áramszünet van, egy, két, három, négy órás, öt órás, tehát egy napot bírjon ki az akkumulátorral, ha nem is az egész rendszer, de legalább egy temperálás is az alap dolgok. Igen, itt amúgy nekem az az érdekes pont, ami nap hallgattam egy ilyen műsort, ahol egy energetikai szakértő mesélte, hogy jelenleg Magyarországon az a legnagyobb probléma, hogy az összes ilyen tároló kapacitást azt az elektromos szolgáltató építi ki. Tehát jelenleg akkumulátor parkjai az csak a szolgáltatónak van, ezért az ő feladata tulajdonképpen ezeknek az extra energiáknak kiegyenlítése és tárolása. Ugye a végfelhasználók azok jelenleg csak kőkeményen tolják befele. Igen. Az áramot. Emellett ugye Európában is ez egy súlyos probléma, hogy nem tudják tárolni. Ugye nagyon sok a megújuló Európa szerte, amik ilyen sporadikusan termelnek. Érdemes megnézni ezeket a metrikákat, hogy rendkívül sok kiegyenlítő áramra van szükség Európa szerte ahhoz, hogy például egy napos vagy szeles napon ki tudják egyenlíteni. Meg nem mondom, melyik országban, de ott meg kötelezővé tették a bizonyos... Tehát, az akkumulátor. Igen, a napelemhez viszonyítottak. Ugye Svájcban is, Svájc rendkívül jó adottságokkal rendelkezik, mert ugye az akkumulátorok tök jók, csak egy nagyon drágák, környezetszennyezőek, és jelenleg a technológia még nem tudja azt, hogy mondjuk napokig tárolja az energiát. Viszont vannak olyan természetes akkumulátorok, természetes macska körömben, mert emberi beavatkozásra szükség van. Ugye amikor szintkülönbség van víztározók között, felpumpáljuk a vizet szépen a lenti víztározóból a fentibe, és amikor áram kell, akkor csak engedjük a turbinákon keresztül. Ez Svájcban nagyon jól működik, és Svájc ilyen szempontból rendkívül előnyös, sőt, ha jól tudom, most ott építik, vagy befejezik, vagy lassan befejezik az Európa egyik legnagyobb ilyen természetes energiatároló rendszerét, ami nagyon sokat fog hozzáadni az energiabiztonsághoz Európába, hiszen masszív energiákat tudnak így eltárolni. Magyarországon is volt erre terv, például a prédikáló széken, tehát hogy a Dunából felpumpáltak volna vizet a prédikáló széki tározóba, de ugye nyilván az egy környezetvédelmi terület, nem lehetett megoldani. Mátrába is terveztek, de az is környezetvédelmi terület. Szóval ilyen szempontból mi egy kicsit kivagyunk. Hiába van egy paksunk, továbbra is probléma a hálózati infrastruktúrában hirtelen beáramló energia. Most rövid távon mindenképp a válsággal kell számolnunk, és azzal, hogy csökkentsük az energiafogyasztásunkat, de hosszú távon szerintem az tisztán látszik, hogy minden elektromos lesz, szép magyar szó, elektrifikálódik. Igen. Tehát vehetjük itt az autókat. Itt van nagy vita, hogy most a BEV, ugye ez a Battery Electric Vehicle, az a jövő, vagy valami más EV lesz a jövő. De EV lesz. De biztos, hogy EV. Tehát áramban fog menni. Fűtésnél is mindenkinek ezt mondom, hogy oké, lehet, hogy most nincs más opciónk,
de a vége az, az Hát a hőszivattyú hőszivattyúnál lesz. is ugye az a kérdés, hogy ez most levegő-levegő, levegővíz, geotermikus, stb., Igen. vagy amit még ki se találtak, olyan hőszivattyú, de De az biztos, elektromos. hogy elektromos lesz. Így van. Tehát erre jó tervezni, és szerintem senki nem lő mellé. Itt mindig van vita, hogy gázt érdemes-e bekötni, vagy nem. Ezt nem tudom, te jobban látod. Nem, az a baj, hogy én a februári helyzet előtt azt mondtam, hogy ha van is, tehát ha van rá lehetőség, akkor kössék be, mert értéknövelő tényező az ingatlanon. Most már rohadtul nem. Tehát abszolút nem. Ez egy rizikófaktor Én azt valahol. mondom, hogy ha ezt szinte mindenhol el kell mondanom, hogy ha van most egy régi gázkazán, és kicseréled a gázkazánt újra 2 millió forintért, az a 2 millió forint, azt kidobáltad az ablakon. Oké, hogy működik a rendszered, de semmiféle értéknövelő tényezője nem lesz az ingatlanra az, hogy van benne egy új gázkazán. Ha megcsinálod 4 millióért ezzel szembe, ha a többi hőleadó felületed olyan, megcsinálod 4 millióért a hőszivattyút, akkor 4 millióval megnövelted az ingatlanod értékét, mert ez az aktuál politikai helyzet most, meg az aktuál energetikai piaci helyzet. Tehát minden ebbe az irányba mutat, hogy felejtjük el kell felejteni ezeket a szénhidrogénes dolgokat, és minden elektromos. Igen, tehát itt bele kell számolni, hogy ugye itt sok mérnök betámad, hogy de Gyula, a számon már ki a gáz sokkal gazdaságosabb, az egy tiszta energiaforrás, stb. Stb. De figyelembe kell vennünk az aktuál politikát, meg Igen. az úgynevezett hype faktort is. Tehát jelenleg gáz használni ciki, ezért az új fejlesztések abba az irányba mennek, hogy minden legyen elektromos, hőszivattyú, stb. Még akkor is, hogyha nem olyan hatékony feltétlen minden téren. De jelenleg ez az irány, tehát hogyha valaki értéknövelés céljából akar felújítani, akkor én mindenképpen azt az irányt javaslom, hogy hőszivattyú, és szerintem, ha egy megfelelő és megbízható energiamenedzsment rendszert rakunk és szabályozást mellé, akkor az biztos, hogy növeli az értékét. Mondok egy példát, nagyon sok olyan családi házba jártunk, ahol 10-15 éves hipermodern, tehát akkoriban hipermodernnek számító fűtési rendszer van, de teljesen elavult már az a vezérlés. Tehát az egy tök jó vezérel, csak nem tudsz beleszólni, nem alkalmazkodik a környezethez, stb. És azt, ha lecseréled, annyi plusz tudsz hozzáadni a rendszeredhez, hogy utána, ha azt te tovább akarod adni, és ha ehhez tartozik megfelelő támogatás, stb. Tehát nem hagynak ott, és ha nem működik a rendszer, akkor vége. Tehát például itt is egy Westhaupt kazánrendszer volt, és a Westhaupt hiába 11 éves a rendszer, máig támogatja azt a megoldást. És így van értéke annak a rendszernek. De hogyha az most egy olyan rendszer lenne, amit a gyártó már rég mossa kezeit, akkor ugye ott vagy egy kidobott rendszerrel, amithez te nem is értesz, és nem tudod, hogy mit csinálj vele. Tehát nagyon fontos, hogy próbáljunk hosszú távba gondolkodni, és szerintem van értelme befektetni akár vezérlésbe. Jó, most nyilván hazabeszélek valamennyire, de én azt látom, hogy nagyon sokat tudunk segíteni, és jelenlegi tapasztalat az, hogy nem csak a fűtésbe, de a sima fogyasztásmérés is annyi pluszt hozzáad az ügyfeleknél, hogy egy-két éven belül visszahozza azt a bekerülési költséget, ami ezzel jár. Jó, ez egy jó végszó volt. Egy dolog ezzel kapcsolatban, csak egy jó tanács, esetleg írások a blogotokra. Mindenképp. Most, hogy ajánlottad, hogy rámondhatom az igen, iPhone-ra, igen, ezért mondom, hogy ezeket, ha leírjátok, egyrésztről rohadt sokat segítetek az embereknek, másrésztről meg nektek. Ez egy plusz info lesz. Tehát, hogyha konkrétumok le vannak írva, és nem csak általánosságban beszélünk, meg általánosságban van a honlapokon szó, hanem tényleg sokkal személyesebbek a sztorik, meg nagyon jó sztorikat meséltél előtte is, tehát ezek nagyon sok ember számára tanulságosak lehetnek. És nem azért, mert tanulni fog belőle, hanem azért, mert meg fog keresni azért, hogy megcsinálják. Megcsináljátok náluk is. Ennyi lett volna akkor a mai Vadvadászok című adásunk. Szerintem a Jabunehommal ez volt a legrövidebb podcast eddig. Kevesen a maga voltunk. Alig másfél órájával, vagy egy és egynegyed órájával. Kevesen voltunk, így van. Úgyhogy jutott szó mind a kettőnknek. Köszi Sziasztok. Szépen. Hello, stop.